közös közleményben mentek neki a baloldali pártok. Hatházi Ákosnak az ellenzéki képviselő ugyanis a vasárnapi időközi választás után utólag leírta az interneten, hogy Bíró László, a közös baloldali jelölt szerinte részt vett abban, hogy egy kis csapat magára költötte egy 50 milliós uniós támogatás jelentős részét. Ráadásul Hatházi Ákos azt állítja, hogy a korrupció gyanús ügyről tájékoztatta a baloldali pártvezetőket. A baloldali pártok mai közlemény úgy tűnik, hogy hatházi Ákos hazudik, vagy a másik lehetőség, ha hatházi Ákos állítása igaz, akkor a közleménnyel lehet baj. Az ellenzéki szavazók ma akárhogy is, de történelmet írtak. Így értelmezte Bíró László vereségét a Jobbik elnöke vasárnap. Jakab Péter szerint a baloldali pártok az eredmény ellenére is sikert értek el azzal, hogy együttműködtek a borsodi időközi választáson. Abból a szempontból mindenféleképpen történelmet írt, hogy valamit nagyon elrontottak. A saját jelöltet indító igen szolidaritás Magyarországért mozgalom alelnöke szerint viszont ez koránt sincs így. Valamilyen delejes oknál fogva kitalálták, hogy ezt a náci akarják szeretni. Szanyi Tibor a Kossuth rádióban arról beszélt, a baloldal képtelen volt támogatható jelöltet állítani, ami előre Íti, hogy mi várható 2022-ben. Én inkább a vészsengőt nyomnám meg, hogy itt valami nagyon-nagyon nem stimmel, bár ezt azért tudtuk, hiszen az, hogy mi volt elrontva, bár most nem szeretnék nagyon historizálni ezen a történeten, az, hogy mi volt elrontva, az eleve látni lehetett. Bár a jobbikos bíró László mögé egymás után sorakoztak fel a pártok a választás előtt, a jobbik, az MSP, a párbeszéd, a DK, a Momentum és az LMP közös támogatása sem volt elég a győzelemhez. Közben Bíró Lászlóról sorra láttak napvilágot a tisztázatlan ügyek is. Kiderült, hogy több korábbi munkavállalójának nem fizetett, egykori cégét strómanok segítségével dönthette be, a pénzüket kérő dolgozókat pedig megfenyegette. Erről Bíró László volt alkalmazottai közül többen is beszéltek. Nyíltan kimondta, hogy, hogy ő valamit a fejünk köz fog tartani, megfenyegetett minket, mindannyiunkat. Ez így vegy tiszta hazugság, ennyit tudok róla mondani. Miközben Bíró László végig hazugságnak nevezte a róla szóló híreket, tisztázatlan ügyeiről úgy tűnik, az őt jelölő pártok is tudhattak. Hat Ákos független országgyűlési képviselő legalábbis erről számolt be a közösségi oldalon. Ha a bíró nyert volna, nem csak egy rasszista indulatú ember került volna be a parlamentbe, hanem egy olyan ember, aki elég egyértelműen részt vett abban, hogy egy kis csapat valódi fejlesztés helyett magára költötte az 50 millió forint EU támogatás egy jelentős részét. Fogalmazott Hatházi Ákos, aki azt is leírta, bíró László korrupció gyanús ügyeiről a baloldali pártvezetőknek is szólt, csak hogy a pártok, mint írta, azt hitték, bárkit el lehet indítani, így pedig szerinte az összefogás semmit sem ér. Hat háziákos a pártvezetők közül senkit sem keresett meg. Ezt írták viszont két nappal később a Bíró László támogató baloldali pártok, amelyek közös közleményben utasították vissza a független képviselő kijelentéseit a DK, az MSP, a Párbeszéd, a Jobbik, a Momentum és az LMP által jegyzett írásban a pártok arra is utalnak, hogy a burkol gyanúsítgatások mérgezik az együttműködést. 2010 óta az ellenzéki pártok nem fejlődnek, csak szaporodnak. Galóbil a politológus az m hangsúlyozta, a borsodi választás is azt mutatja, hogy a baloldalon továbbra sem tisztázottak az erőviszonyok. Ebben a jelenlegi összetételében ez sokféle ok miatt, személyzeti összetétel, programhiány összetétel, és így tovább, és így tovább. Nem, koalíciók, nem kormány koalíció képes ez az ellenzék. Galó Béla hozzátette, a mostani helyzet Gyurcsány Ferencnek kedvez, az MSZP után ugyanis ezúttal a Jobbik is ledarálta magát.